Most a pagantarót szeretném bemutatni neked, ez a mini változata, azért ilyen apró, de hát természetesen nagyobb csomagban is van. Ez egy nagyon modern kártya, és egy nagyon nőies kártya, igazából ilyen vikka hagyományokat követ, és hát rögtön ugye már az első lapon is látszik, hogy van egy nő, a bolond szereplője, hogy bizony itt nagyon sok hölgyel találkozhatunk. Nézzük, hogyan is néz ki. Ha megnézed, ez a bolond lapja, aki ugye a Tej úton halad, ugye az ismeretlenbe indulást mutatja. Ő a mágusunk, aki a dobozon is rajta volt. Itt a befogadást mutatja. A főpapnő látott teljesen máshogy van ábrázolva. Inkább ez a belső hang, a belső vezetésre helyezi a hangsúlyt. Az uralkodónő nagyon szépek a generációs minták, tehát mindenképpen mutatja, hogy itt a nőiesség, a gyarapodás, hiszen itt a kert az megjelenik. Megyünk szépen sorba. Ugye látod, ezért egy picit, például itt egy picit árnyaltabb jelentése van itt ugye a szeretőknél, inkább az érzelmi választás, a döntéshelyzet, ami meg van jelenítve. Hát és itt egy nagyon modern, ugye, ahol elakadsz, de jön a segítség, és végre el tudsz indulni, ugye ez a diadalszekér. És mutatom a többi lapot, nagyon szép, ugye itt például a remete ír, ami nagyon fontos, hiszen amikor remete korszakban vagy, akkor az írás nagyon sokat segít. Ugye a szerencse kerék itt épp egy asztrológiai ábrát néz, és hát itt az igazság az egy picit hagyományosabb. Akasztott ugye a halál sem egy negatív, hiszen itt egy pillangó mutatja az átváltozást, ez egy beavatási szertartás. És ha megnézed, ugye egészen egyszerű hétköznapi helyzetekben láthatod ezeket a kártyákat. Szerintem nagyon szép kis ábrázolás, ugye itt a nap, ahol napozik, és az ítéletnél inkább ez a karmikus minták feltárása az, ami megjelenik, hiszen éppen transzban egy előző életre emlékszik, és ezáltal meg tud szabadulni a múlt fogságából. És a világ szerintem egy csoda szép, hiszen itt új világot teremt a főszereplő a négy elementál segítségével. És akkor így néznek ki ezek a kehely lapok. Látod, azért a hagyományos jelentés megvan, csak egy picit modernebbül van festve. Ezen csak így átfutunk. Itt ugye az udvari lapok egy picit mások, itt elementál, novícia, ugye ez a hagyományosban a királynő és a király, és ilyen gyönyörű szépek az egyes lapok is. Ez már az érmesorunk. Hát itt a Nami nagyon különleges, és ezt én még nem láttam más kártyán, ez az érme négyes, ahol a pozitív oldala van megjelenítve, hiszen bármit megvehet, látszik, hogy tele a kosara, tehát itt anyagi bőség van jelen. És hát látod, itt azért megint egy ilyen modernebb ábrázolás. Most nem fogom nagyon megállni, ez már a bot sor, illetve bocsánat, ez még az érme udvari lap. És akkor itt jön a bot sora. Nagyon szépek, ugye a számítógép többször is feltűnik. És hát látod, hogy itt valóban inkább női alakok a főszereplők. Nagyon szépen van ábrázolva, szerintem nagyon szép színes. Ha nem is kezdőnek, de ha már van némi gyakorlatod, akkor érdemes akár egy ilyen kártyát is beszerezni.